A műsorban József Attiláról és Arany Jánosról is megemlékeztek a helyi általános iskola diákjai. Felléptek a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagjai is. Nagyon szerencsés, hogy most ebben az évben Arany Jánosra emlékezünk, és az iskola, mivel az új neve Arany János, így egy olyan szép kulturális programmal készültek már az iskola napra, hogy ezt most újból fölelevenítjük, és már valójában egy begyakorlott, szép összevont programról van szó. Súlyos tömeggel. Az est vendége Kónya Sándor Csókai versénekes volt, aki a vajdasági magyar költők megzenésített verseivel lépett közönség elé. Persze vannak gyermekversek is, mondjuk Csorba Bélától a Dunában című, akkor Tóth Bélától a Cipőfűző, ezt nagyon szeretik a gyerekek, mert ugye úgy kezdődik, hogy a Cipőfűző nagy találmány, csupa gubanc, csupa ármány. Hát, és hát persze az én csókai költőimet sem hagyhattam ki, Csé Simon Istvánt és Fehér Kálmánt. Kónya Sándor 6 év után másodszor járt Oromon, énekelt versei nagy sikert arattak a Magyar Költészet Napján is. Maradva tám ilyen,